Na hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy kijöttek ide ma reggel. Ez egy érdekesség, egy természettudományos kísérlet, ha úgy tetszik, amely itt állandó kiállításra kerül majd. De azt gondolom, hogy valójában többről beszélünk. Ez egy szimbolikus hely, és remélem, hogy ez a mai alkalom is szimbolikus. Ennek a tálnak konkrétan a története, ez egy rézüst. Ennek a története az, hogy egy évvel ezelőtt a Vásárhelyi Németh László Gimnáziumnak az úgymond testvér iskolájában jártunk Csehusz Judit kolléganőmmel és Gyöngyösi Ferenc képviselőúrral. Az ómi városvezetést, polgármestert, alpolgármestereket látogattuk meg, velük beszélgettünk. Ottani vállalkozóknak ajánlottuk figyelmébe Hódmezővásárhelyet, mint befektetési célpontot. És tettünk egy látogatást az ottani szervezőnek, a város nagyon régi barátjának a javaslatára, Bonládenbe. Ennek az iskolának, a testvériskolának a fenntartói ugyanis a ottani nővérek, egy szerzetes rend, és az ő kolostorukat látogattuk meg Bonládenben. Egy gyönyörű környezetben van Bajorországban. Ebben a parkban, az ottani kolostornak a parkjában voltak vízi játékok, mint ahogy itt például van ugye szökőkút, és ott volt ez a hangtál, ez a vízrezgető hangtál is. Az ottani szerzetes rendnek a főnővére, a vezetője, a rendtartomány főnök mutatta meg nekünk, ő vezetett körbe, és ő mutatta meg, ő is, amikor a két kezét bevizezve, ennek a tálnak a fogantyúira, ez nem ez a tál, nem elhoztuk onnan, bocsánat, ez csak ugyanolyan. Tehát ennek a tálnak a fogantyúira tette a kezét, és egyenletesen simogatva rezgésbe hozta a vizet, és mintha forna akár, különösen amikor Gyöngyösi képviselő kicsit nagyobb kezekkel, kicsit erőteljesebben, akkor a buborékok röpködtek ki a vízből, a vízcseppek a víz felszínből ugráltak ki, és közben ugye egy rezonancia, egy hanghatás is létrejött. Akkor gondoltuk azt ott látogatóként, hogy milyen jó lenne Hódmezővásárhelyen is egy ilyen. És ott fel volt tüntetve a gyártónak a neve és a címe, Csehusz Judit kolléganőm megkereste őket, és hát azóta egy év alatt valóságá vált ez az apró kis projektünk. Christoph Grosse, német aranyműves készítette ezt a tálat, ettől nem aranyból van, tehát ne tessék ellopni. Ő készítette a hangtálat is, 2380 euró volt szállítással együtt a költség, ezt hogyha durván átfordítjuk, akkor ez egy olyan 650 ezer forint. A talapzatát jelenlévő Horváth Zoltán, a H&UKFT készítette 113 ezer forint plusz áfa költséggel, és nyilván itt a park meg az előkészítés az egyébként is a HMS gondozásában van. Azt reméljük, hogy ez a bronztál rész fogantyúkkal, polírozott rész fogantyúkkal, ez sokaknak örömére fog szolgálni majd, sok gyereket, nem csak gyereket, látogatót fog ide vonzani ebbe a parkba, ahogy szeretnénk is. Tetszik látni, hogy mellette van egy tájékoztató tábla. Szokjanak hozzá, a városban egyre több olyan QR kód lesz, ami ott, ez a kód. Hát most már nem vonalkódokat használnak legtöbbször, hanem ezt a QR kódot. Ez azért nagyszerű, mert ma már szinte mindenkinek van egy telefon a zsebében. Hogyha a telefonnal a QR kód olvasót ingyen telepíthető applikációval erre rátetszik menni, akkor egy gombnyomással fel fog jönni az a weboldal, a városnak egy internetes oldala, ahol részletes információkat kapnak, sőt egy videót is, hogy hogyan kell ezt használni, hogy miről szól. Én azt remélem, hogy az az előadás, amit most Dracsai Géza mérnök úr fog tartani, aki egyébként Horváth úrral együtt szintén a zene iránt is érdeklődő ember, tehát ők maguk is tudják azt, hogy milyen fizikai jelenség az, amit itt megtapasztalhatunk. Tehát ez a videó is majd föl fog oda kerülni, de ilyen QR kódokat fognak önök látni szerte a városban. A mi terveink szerint lehet, hogy itt a kandellábereken is matricák lesznek QR kódokkal. Ezeknek a QR kódoknak a segítségével például önök megnézhetik, hogy ugyanez a hely hogy nézett ki 10 évvel ezelőtt. Hát önök azt is tudják, hogy ténylegesen hogy nézett ki, de ilyen szerte a városban lesz. 400 épületen, helyi védett vagy helyi jelentőségi épületen fogunk elhelyezni ilyen QR kódokat. Ez a világ első online emléktáblája lesz. Hódmezővásárhelyen lesz a világ első online emléktáblája, ugyanis mi, ez tényleg nagyszerű,
Sokkal több információ elfér, egyébként itt van Ágnes, az a kollégánk, aki ezt intézte önöknek. Tehát sokkal egyszerűbb, és sokkal több információt el lehet helyezni egy épületen. Hogyha elmérünk Németh László, én nekem nagy kedvencem Németh László is, meg a Bercsény utca is. Most elég közel lakom ahhoz a házhoz, ahol annak idején Németh László is élt. Ott az emléktáblán egy nagyon szép idézet van, és egy rövid információ arról, hogy itt élt Németh László. Az a QR kód, ami ki fog kerülni, az el fogja vinni önöket egy olyan oldalra, ahol ha akarják Németh László összest el tudják olvasni, ahol meg tudnak nézni egy videót, meg tudnak nézni akár az égető eszterből egy részletet, tehát nagyon sok olyan információ, amit egy emléktáblán nem tudunk elhelyezni. Ha már megemlítettem azt, hogy mi volt itt 10 évvel ezelőtt. Nagyon sokat kapjuk azt a kritikát itt Hódmezővásárhelyen, hogy itt nem történik semmi. Annak nagyon örülök, hogy ezt el lehet mondani, mert egy olyan országban élünk, egy olyan városban élünk, ahol félelem nélkül lehet politizálni, és ez így van rendjén. Tényleg sokat küzdöttünk azért, hogy senkinek ne kelljen félni, azért, hogy elmondhassa a véleményét. 10 évvel ezelőtt, illetve azt megelőzően itt egy iskola állt. Ebben az iskolában a Dél-Alföld talán legjobb minőségű műszaki oktatása zajlott. Nagyon sajnáltuk azt, hogy ez az iskola is eltűnt, nem csak az épülete, hanem maga az iskola is. Hogy itt például volt egy olyan robot, amely ma egy mezőgazdasági iskolának az aulájában van, de hát nyilvánvaló oktatási célra nem használják. Hogy azt a minőségi oktatást, ami itt zajlott ebben az iskolában, azt sajnos nem sikerült megőrizni. Mi célunk az, hogy oktatás terén is fejlesszük ezt a várost, de az is, hogy azt az emléket, ami például ez az iskola jelent, azoknak, akik ide jártak, annak a több száz, ma már nem gyermeknek, azt az emléket is valahogy meg tudjuk őrizni, hogy itt egykor egy iskola állt. Úgyhogy hamarosan egy másik avató is lesz majd ebben a parkban, a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolának a volt diákjai, szintén QR-kóddal, a QR-kóddal el tudnak jutni és meg tudják nézni a saját tablóikat, a saját tablófotójukat évenként, iskolatársaikat. És kommentelhetnek és írogathatnak kommenteket és elmesélhetik azokat a történeteket, amik őket ehhez a helyhez köti. Tehát lesz itt egy másik emléktábla is ennek az iskolának. De ha már ott tartunk, hogy itt nem történik semmi, szeretném elmondani önöknek azt is, hogy ez egy apróság. Erre én speciál ígéretet nem tettem. Nagyon sok másra igen. Most nem találtam hirtelen, hogy ide jöttem, el akartam hozni önöknek egy kis füzetet. Azt, amit másfél évvel ezelőtt, tehát a 2019. októberi választás előtt mindenkinek beszortunk ebben a városban. Akkor azt kértem, hogy tegyék el azt a füzetet, és bármikor kérjék rajtam számon. Ami abban a füzetben van, az 5 éves ciklus egyharmadánál már 3/4 részben teljesült. Amit én ígértem önöknek, amit azok a képviselők ígértek, a polgármester van itt többek között a képviselők közül, de a többiek is, ahogy mondtam, együtt dolgozunk, tehát nagyon sokakkal együtt dolgozunk. Segítettek és nagyon komoly eredményeket értünk el. Erről fogok mindjárt szólni egy néhány szót, de év elején pedig ezt a tájékoztató füzetet dobtuk be önöknek, ennek az a felirata, hogy megcsináltuk. Igen, és folyamatosan csináljuk. Itt mondom, az eredetit nem, az másfél éves nem, de a 3 évvel ezelőtti füzetemet, azt a programfüzetemet, azt találtam néhány példányt. Tehát ezt is megnézhetik. Az első másfél éves ciklusban, amikor azt ígértük, hogy eltöröljük az adókat, megcsináljuk a Rárosi utat, járhatóvá tesszük a Kásaerdőt, és lesz busz Kishomokon, ezt is mind megcsináltuk. Azóta az elmúlt másfél évben, mondom, ez a hangtár nem volt az ígéretek között, de azóta másfél év alatt csak itt, hogyha körülnéznek. Elkészült ez a park egyébként, ez is az elmúlt 3 évben készült el. Sajnos 830 millió forintos beruházással készült, és akkor sok minden, ezt magas összegnek tartom, azért mondom, hogy sajnos. Egyébként a park nagyon jó, és megint csak a kollégáink munka kezét dicséri, munkájának a gyümölcse. Tehát ez a park, ez önmagában is egy sikertörténet. De akkor egy pillanatra emelkedjünk fel, mint egy madártávlatból, nézzük ne csak ezt a parkot, hanem a környéket is. Itt szemben a hátam mögött, bocsánat, abba az irányba, önök már látnak egy épületet, piros és téglafal, az egy KFC. Önök, hogyha ebbe az irányba fognak nézni egy év múlva, várhatóan látni fognak egy másik épületet, azt úgy hívják majd, hogy McDonald's. Ha önök kimennek a város ipari parkjába, akkor a 37 hektárnyi terület, amit a város összes bekötő útjánál 5 irányból jövve is reklámoztunk, annak az ipari parknak a 90%-a már eltelt. Ezen a héten tárgyaltam egy beruházóval, aki egy 100 hektáros
napelem parkot, naperőművet fog létesíteni itt Vásárhelyen, amihez évente 20 millió forint iparűzési adót fog befizetni a városnak. Van már egy napelem parkunk, az az önkormányzat területén van, a Szentesi út mellett. Ez, ami most épül majd kin, magánberuházásból, ez 100-szor akkora lesz. Ez egy 50 megás termelési naperőmű lesz. De ugyanitt, hogyha maradunk egy picit, ezen a sarkon most óránként legalább 3 buszjárat megy el. Olyan buszjárat, amit önök városkártyával, ami szintén nem létezett másfél évvel ezelőtt, városkártyával ingyenesen használhatnak, korlátlanul. Ezek a buszjáratok nem csak a korábbi 6 helyet 30 járattal fedik le, napi 30 járattal fedik le a béketelepet, évi 2000 forintból, nem 56 ezerből, mint eddig, hanem kijutnak nem csak új Kishomokra, ahol az eddigi 2 helyet 10 járat van, hanem kijutnak még Örök Kishomokra is. Szintén az országban összesen 3 település van, ahol ingyenes buszjáratok vannak, Hódmezővásárhely a harmadik. Önök 3 évvel ezelőttig elég komoly adót fizettek, építményadó címén. Ez az országban a legmagasabb építményadó volt. Ma önök nem fizetnek egy fillért sem, mert ezt az adót, ezt eltöröltük. Azok a vállalkozások, akik most jönnek sorba és itt akarnak beruházni nálunk, 30% kevesebb adót fizetnek, 30%-kal kevesebb adót fizetnek, mint 3 évvel ezelőtt. Szinte nem kell ide nagyon messzi menjenek, itt állt egy szelektív hulladékgyűjtő sziget, azt most ugyan költöztettük. 3 évvel ezelőtt az volt az önök kívánsága, hogy a korábban az előző vezetés által bezárt szelektív gyűjtőszigeteket állítsuk vissza. Ezt akkor megígértem és megcsináltuk. Most mást is ígértünk, most azt mondtuk, hogy az emeletes házas övezetekben is lesz hulladékgyűjtés. Ma csak azok emeletes házak mellett nem áll egy szelektív hulladékgyűjtő kuka, akik kimondottan tiltakoztak, akik nem kérték. Minden más helyen, a teljes városban szelektív hulladékgyűjtő van. Nem csak elektronikai hulladékgyűjtést vezettünk be, hanem már épül egy olyan veszélyes hulladékot lerakására is alkalmas hulladék udvar a Szentesi út mellett, amely szintén segít a környezettudatos hulladékgazdálkodásban. Szintén ide nem messzire a hótói sportcsarnoknak a tetejére napelemek kerültek, az ablakait kicseréltük. Kint az idősek otthonában egy hatalmas 700 milliós beruházás zajlik éppen, teljesen megújul az épület, szintén napelemek lesznek a tetején, energetikailag megújul. 2 bölcsőde van a városban, évvégé előtt már lesz egy harmadik bölcsőde is a Teleki utcán. Ennek most zajlik a másodjára sajnos a közbeszerzése, az elsőt azt újra kiírtuk, mert nem láttuk egészen tisztának a versenyt. Ezzel együtt egy hónapon belül meg lesz az eredménye és működik. Tisztességes beszerzések vannak, ennek megfelelően például az a kamerarendszer, ami itt is látható egyébként, tehát itt is van biztonsági kamera, de most már nem csak a biztonságos belvárosban, hanem a Dobó-Bibó-Janáki utcán, a város szélén is vannak biztonsági kamerák. Érdekes, hogy most ezek a kamerák töredékébe kerülnek annak, mint elődeim idején, akkor átlagosan, ez az országos rekord volt, Vásárhelyen átlagosan 2,7 millió forintért telepítették a biztonsági kamerákat. Ebben a parkban még 700 ezer forintba kerül darabja. Most kint a Dobó-Bibó-Janáki 400 ezerbe került. Mi 6 darabot is kevesebbért telepítettünk, mint elődeink egyetlen egyet. Ugyanazzal a vállalkozóval. Ez a vállalkozó az, aki ezt a parkot is kivitelezte, aki Lázár János rokona egyébként, aki ennek a parknak úgy nyerte meg a kivitelezését, hogy csak amikor megnyerte a pályázatot, akkor váltotta ki a szükséges engedélyét, addig soha nem csinált még parkot. Mi nem a vállalkozót üldözzük, mi szeretünk minden vásárhelyi vállalkozót, mi csak azt fogjuk biztosítani, hogy itt tisztességes verseny legyen. Itt van nem olyan messzi tőlünk egy strand. A strandnak régen volt egy kempingje. Ezt a kempinget most építjük vissza. A munkálatok már elkezdődtek, tegnap voltam a strandon, a kerítés már elkészült, a gépek már ott állnak. Szerettük volna ezt a szezon elején megnyitni, most azt mondja a fürdőigazgató úr, hogy valószínűleg augusztus 1-ére meg lesz. Tehát visszaállítjuk a kempinget. Most ez lakókocsik és sátorok számára lesz alkalmas, de hamarosan lesznek majd bungalók is, illetve a 100 évvel ezelőtti strandunkon egy egyemeletes épület volt, az én gyerekkoromban az már csak öltözőnként működött, de egy ilyen hangulatos régi épület, annak régen nyitott volt a teteje, biztos emlékeznek rá régi képes lapokról. Egy étterem volt, aminek az emelt első emeleti teraszáról be lehetett látni a strandot. Mi azt abban a formában jövőre helyre fogjuk állítani. Meg tudtuk védeni a Kossuth teret, nem került oda egy könyvtár. Itt egy sokkal jobb helyen
szerettük volna megépíteni, egyelőre ezt nem kaptuk meg. Ez nem az én ígéretem volt, azt szeretném hangsúlyozni, ez Orbán Viktor ígérete volt. De ettől függetlenül küzdeni fogunk, hogy az a tudásközpont is megépülhessen. A strandot, ha már említettem, a tegnapi napon Magyarország legnagyobb beltéri felfújható élményparkját adtuk át. Egyszerre 20 gyerek vagy 15 felnőtt játszhat rajta, fél óránként 1000 forintért, 30 percenként 1000 forintért, de akik kiváltják a városkártyát, azok egy alkalmat ingyen fognak kapni, hogy próbálják ki. Ennek a strandnak a vesztesége 3 évvel ezelőtt még évi 500 millió forint volt. Említettem az ingyenes buszjáratokat, a teljes buszközlekedés Hódmezővásárhelyen állami támogatással, saját pénzzel, jegybevétellel együtt 110 millióba került korábban. Most, hogy megpályáztattuk és ingyenesítettük, most 90. Úgyhogy önöknek nem kell fizetni, úgyis kevesebbe kerül a városnak. 100 millió forint volt a teljes buszközlekedés évente, csak a strandvesztesége 500 millió volt. Azt tessék elképzelni, hogy mekkora teher volt ez a városnak. Idénre ezt 300 millióra tervezzük lecsökkenteni. Tavaly is már csak 380 millió veszteség volt, ugyanis tavaly előtt egy víztisztítóval most már nem az ivóvíz hálózatról töltjük és a szennyvíz hálózatba engedjük a strandnak a medencevizét, hanem a Kis-Tiszai csatornába engedjük és a strand saját kutyával töltjük. Ez a beruházás több mint 100 millió forintot hoz évente a városnak, de kicseréltük a világítást is, és ha már a világításnál tartunk, itt a Kassab utca az egyike volt azon utcáknak, ahol a korábbi Eliasos közvilágítás miatt veszélyesen sötét volt. Ahol még nem olyan régen volt egy baleset is, hogyha emlékeznek, az Oldalkosár utca melletti, vagy azon a sarkon lévő gyalogátkelő helyen. Az elmúlt 3 évben több gyalogátkelő helyet is létesítettünk, szintén éppen Ágnes foglalkozott ezzel, és készült már egy okos zebra is. Itt KFC mögött nem olyan sokkal, a Szent Király utca saroknál, hogyha önök oda mennek, a kamera érzékeli, villogni kezd, és az autókat figyelmezteti, hogy valaki át akar kelni az úton. Tőlünk körülbelül 200 méterre a másik irányba, itt a Lidl-nél, a Hottó utcában szintén készül, szeptemberben fog elkészülni, szintén a generáli támogatásával a város mint egy 1,5 milliós költségén egy újabb okos zebra. Idén még egy harmadikat is szeretnénk, ez a Deák Ferenc utca, Szent Antal utca kereszteződésnél. Tehát ebben is sokat léptünk elő. Amikor a világítást említettem, nem csak a Kassab utca újult meg, hanem felmértük, hogy hol veszélyesen sötétek ezek az új ledes lámpák. 430 lámpatestet cseréltünk ki, és lett biztonságosabb ez a város. Az egyik szintén nagyon sokakat zavaró dolog ebben a városban az ATEV szaga volt, a fehérjetelep szag. Én most már 3-4 hónapja nem érzem, vezérigazgató úr tájékoztatása szerint ez a beruházás, ha nem is ér teljesen véget, de gyakorlatilag már megcsinálták. Tehát az a bűz, ami 70 éven keresztül mérgezte a vásárhelyiek hétköznapjait, az is megszűnt. Tavaly 4000 aláírást gyűjtöttünk, egy tüntetést szerveztünk oda, és minden létező hatóságnál följelentettük, hiszen még a saját környezet használati engedélyének sem felelt meg. Hogyhogy nem, erre az a sok-sok ígéret, amit korábban elszállt a levegőbe a bűzzel együtt, az most megvalósult. Úgyhogy én azt látom, hogy önök, ja és akkor még egy apróságot azért hadd terjek hozzá. Kiszámoltam ma reggel, önök, akik itt vannak, mindannyian nyertek 100 ezer forintot fejenként, csak azáltal, hogy az elmúlt 3 évben több mint 5 milliárd forintot fizettünk vissza a város adósságából. Ez az adósság, amit akkor a politikai kampányban letagadtak. Azt mondták, hogy a városnak nincsen tartozása. Milyen jó helyzetbe veszük át a várost. Hát sorra dőltek ki a csontvázak a szekrényből, miután átvettük, de azonnal még az akkori vezetés is leírta, hogy hiányzik mint egy 1,5 milliárd forint a kasszából. Azóta kiderült, hogy mindenféle tartozással együtt több mint 10 milliárd forint tartozás van. Ebből a 10 milliárdból 3 év alatt minden eredményünk mellett még vissza tudtunk fizetni 5,5 milliárdot, ami fejenként minden egyes csecsemőre, agostyára ebben a városban több mint 100 ezer forint. Jó, tehát azt gondolom, hogy ha valakinek esetleg nem megy a matematika, a képességei nem terjednek odáig, vagy inkább a jó indulata nem terjed odáig, hogy lássa azt, hogy ebben a városban 3 év alatt sokkal jobb lett élni, hogy itt minden vállalkozónak van esélye. Teljesen mindegy, hogy fideszes vagy nem fideszes, Lázár Jánosnak a rokona ugyanúgy nyeri sorra a pályázatokat, mint a kastélyépítő kivitelező. Az építészmester Kft., hiszen politikától függetlenül mi egyetlen egy valamit nézünk, a legjobb ár nyer. Tisztességes ajánlatban. Korábban 3 ajánlat bejött, szóró-szóra ugyanaz volt, csak az árakat cserélték ki,
és így lehetett nyerni olyan áron, aminek ma átlagosan 30%-kal van, amikor töredékét tudjuk produkálni. Akkor a vállalkozók perelték a várost és panaszkodtak, évekig nem kapták meg a pénzüket. Akkor, amikor a fűkaszálkat tankolni kellett, akkor egy csomó apró pénzt vittek a benzinkútra, mert ahhoz, hogy meg tudják tankolni a város fűkaszáit, akkoriban a parkoló automatákat kellett kiüríteni, mert csak ott volt pénz. Akkoriban az intézményvezetők panaszkodtak, hogy ha egy évben néhányszor volt pénze a városnak, akkor rohanni kellett a városházára intézni, különben nem kapták meg a pénzüket. Most nézek Horváth úrra, és őt is megnyugtatom, hogy mi napra készen fizetünk. Tehát amit itt elvégeznek, utána határidőre a számla ki lesz fizetve. Ez egy óriási dolog. Még egyszer mondom, 3 évvel ezelőtt ez nem így volt. 3 évvel ezelőttig én, amikor a Démásznál dolgoztam, a Démásznál mi nem szerettünk vásárhelynek ajánlatot adni, mert tudtuk, hogy soha nem fogják kifizetni, hogy állandóan pereskedni kell majd, mire fizetni fognak. És nem adtunk jó ajánlatot, és mégis nyertünk. Most pedig a vállalkozók jó ajánlatot kapnak, mert tudják, hogy megkapják a pénzüket időbe, hogy nem kell pereskedni, hogy nem kell várni rá. Én azt is remélem, hogy senki nem fél. Azt is remélem, hogy bárki nyugodtan elmondhatja a véleményét. Tőlünk retorzióra nem kell számolnia. A Városi Televíziónak a kamerája is itt van, azt is ígértem 1,5 éve, hogy visszaállítjuk a Városi Televíziót, és működik, és láthatják nap mint nap a Városi TV-t. Ezt az ellenfelem azt mondta, hogy ezt nem tudja megcsinálni. Ezt még ő meg se ígéri. Azt megígérte, és azt mi is teljesítjük, hogy a kórháznak a plusz 2 emelet ráépítése megvalósul. Ha most valaki elmegy a Hunyadi utcára, fogja látni, hogy épül a kórház 2 emelete. Egy hónappal ezelőtt még azt hazudták önöknek, hogy mi egy extra hatalmas adóval fogjuk ellehetetleníteni, és miattam nem fog elkészülni a kórháznak a plusz 2 emelete. Mindenki nyugodjon meg, csak a saját személynek higgyen, a propagandának ne. A 2 emelet épül, megvalósul. Egyébként a város kb. 3 millió forintot kap most egyelőre, úgy tűnik ebből. Nem 300-at, mint ők mondták, 3 milliót. Az is nagyon jó, és hogy nem ebbe a 3 milliárdos beruházásba elfér a városnak a 3 milliója is. Belül egy 40 négyzetméteres telket havi 5000 forintért bérelnek tőlünk. Nem hiszem, hogy a kastélyépítő vállalkozó nem bírna kifizetni 5000 forintot havonta arra a 40 négyzetméteres telekre. Ezt az árat egyébként, az összeset, a 3 milliós árat is, meg az 40 ezerest vagy az 50 ezerest is, még Lázár János határozta meg. Tehát az a büntető adó, amit mi nyilvánvalóan ellehetetlenítési szándékkal kivetettünk erre az építkezésre, azt nem mi mondtuk, nem mi határoztuk meg az utolsó fillérig pontosan, még az elődeim írták le, még ők határozták meg. Jó, tehát önök, hogyha nem a propagandának hisznek, hanem a szemüknek, akkor azt fogják látni, hogy ma Hódműzővásárhelyen sokkal jobb élni. Ennek egy apró szimbóluma ez a hangtál, ami itt van mögöttem. Nem sorom tovább, egyébként nagyon sok mindent tudnék mondani, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, és mit fogunk még csinálni a következő időszakban. Azt kérem, hogy örüljenek, élvezzék ezt, gyerekek menjenek az ifjúsági klubba, ami egy hét múlva fog megnyílni. A volt sárkányjátékbolt helyén lesz majd egy parkolóházunk is, a Oldakosár utca, Andrássy út zárt területén felújítjuk az ótemplom mögötti védőfalat, rendbe tesszük. Már most mondhatom azt, hogy ez a park gyönyörűen van gondozva. Annak idején, amikor megépítették, a vállalkozó évi 40 milliót, nem csak a 800 millióba került, hanem évi 40 millió fölötti ajánlatot adott a gondozására. Mi az első évben 20 millióra leszerződtünk egy vállalkozóval, azóta a HMS csinálja, a város saját cége. Nyilván nem ingyen, sok pénzbe kerül, de látják azt is, hogy mennyire rendben van ez a park. Úgyhogy a jövőben is azt ígérem önöknek, hogy mi sokkal okosabban, sokkal tisztességesebben fogjuk vezetni ezt a várost. Amiket mi megígérünk, azokat mi mindig betartjuk. Igaz, nem ígértünk 1500 fős foglalkoztatót, nem ígértük, hogy a város összes templomát azonnal felújítjuk, nem ígértük, hogy eltöröljük a sírmegváltási díjat, de amit megígértünk, azt megcsináltuk. A közvilágítást, az ATEV bűzt, az adóeltérlést, a VTV visszaállítást, a strandfelújítást, a kemping visszaállítást, új befektetők a városba hozását, a város vállalkozóinak naprakész kifizetését és az adósságok törlesztését. Nagyon jó egészséget kívánok önöknek, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, élvezzék ezt a parkot, élvezzék Hódműzővásárhelyt. És átadom a szót Dracsai Gézának, aki mérnökként el fogja mondani, be fogja mutatni most önöknek, és el fogja mondani, hogy ez a tál hogyan működik, és mire jó ez. Nagyon szépen köszönöm, szép napot, jöjjenek közelebb! Nem baj, John, ahol mikrofonból beszélek. Most ez egy, ahogy hallottuk is, ez egy üstén inkább harangnak mondanám. Szép szó. De ugye, tehát ez akár bárhol is
ellenkező testhelyzetben is lehetne, és akkor lehetne egy harang funkciója. Ez ugye annál több. Rajta van ez a két ilyen kis rezgető fül, ugye úgy néz ki, mint egy üst. És ha vízrezgető hangtálat beleírják az internetbe, és elkezdenek keresni a keresőbe, akkor mondjuk az ott található információk közel 100%-a az a feng shui-ról fog szólni, amiről én nem tudok semmit, megmondom őszintén, de nem is úgy mutattak be, mint feng shui szakértőt, de hangszakértő se vagyok, csak tanultam fizikát annak idején, és tudom, hogyha egy rugalmas testet rezgésbe hozunk, akkor az a környező levegőt is rezgésbe fogja hozni, az pedig a fülünknek a dobhártyáján keresztül ugye érzékeljük. Tehát itt tulajdonképpen annyiban különbözik mondjuk egy harangtól, hogy ebben víz is van, és ha víz van benne, akkor ugye nem egy, hanem kétféle test rezeg, és akkor annak mindenféle ilyen-olyan a keletkezett hullámok ugye összeadódnak, kivonódnak egymásból, interferencia keletkezik. Most ezeknek az interferenciáknak a hatására majd meglátjuk, hogy mennyi víztől, még az is be fog következni, hogy a víz felszíne így elkezd ilyen, nem is tudom, hogy pezsegni. Tulajdonképpen egy kicsit ahhoz hasonlít, amikor az ember kiönti a szódavizet egy pohárba, és akkor úgy a buborékok ugrálnak fölfele, négy ilyen pont van itt, és hát attól függően, hogy mekkorák a rezgésnek az amplitúdói, meg hogy találkoznak a hullámok, hát különböző mértékben ugrik ez föl. Most meg hogyha éppen az embernek olyan szerencséje van, hogy úgy süt rá a nap, meg, akkor az is látszik, hogy a hullámok, ugye a víznek a hullámai, hogy az üst falával találkoznak, akkor ezek ugye, mivel hullámok, ezek törik a vizet, és akkor nagyon érdekes, ilyen rácsos, mint ilyen interferencia rácsok látszanak rajta. Hát, hogy ne csak ezt a hangot halljuk, ezt úgy kell csinálni, hogy le van írva egyébként, hogy bevizezi az ember a kezét, jó, hogyha nem zsíros a keze, mert akkor ugye csúszkál, és egyszerűen elkezdi így simogatni ezt a füllentyűt, és akkor ugye ez az alaphang. Templomban most is hallunk ilyen magasabb hangokat is közben, ugye, mint a bimban. De és aztán ezt ugye meg lehet erősíteni, és akkor itt most, hogyha ide jönnek közelre, akkor látják azt, hogy ugye van négy olyan zóna, ahol is már ott, ha még erősebb, akkor már látszik, hogy ott ugrál a szélén, ugye? És akkor azt mondja az ember, hogy más hangja is van ennek. Kisebbeknek javaslom, föl lehet állni ide erre valamire, ahogy... Jó, egyszerűen csak bevizezi a kezét, és már ezt a táskát hagyd vegyem el, jó? Mert ez nehezen... Jó? Jézusom, szólalj meg!
Köszönöm.